Sziasztok! Üdv innen a Szegedi Libertin könyvesboltból. Itt van velem Edmond. Sziasztok! Edmond könyvkuckója néven ismerhetetek, de hát szerintem ma mindenki tudja, hogy Edmond lelkes nyugtag és a Szegedi Libertin könyvesbolt csapatának tagja. És ez most egy ilyen speciális videó nektek, ugyanis ugye ez a közös könyvünk Gabriel Zevintől a Világépítők, amit én januárban direkt előolvastam, hogy bevállalható a közös könyvnek, hát jelentem, hogy imádtam, nagyon-nagyon szeretem ezt a könyvet, és ugye Edmond is elkezdte direkt olvasni, hogy februárra képbe legyen vele, és tudja ajánlani nektek, vásárlóknak, és abban maradtunk, hogy mivel imádtuk, ezért mesélünk nektek egy picit spoilermentesen róla, mi az előbb itt fangirlbe, meg fanboyba gyakorlatilag fél óráig kibeszéltük a spoileres részeket, úgyhogy ezt megpróbáljuk kerülni, sőt, tényleg kerülni fogjuk. Viszont azt gondoltuk, hogy mesélünk nektek róla, hogy megjöjjön hozzá a kedvetek, mert biztos sokakat elijeszt a vastagsága és a videójáték téma, de hogy na, elmeséljük a sztorit az elejéről. Szóval mit gondoltál, amikor megkerestelek azzal, vagy hát mondtam neked, megkerestek egy hivatalos, amikor mondtam neked, hogy ez lesz a közös könyv, és hogy olvasd el, akkor mit gondoltál? Igen, szóval ültem az anyósülésen, és Ági előrántotta a táskájából a könyvet. Jaj, minden! És megláttam először a borítót, amin jaj, emlékszem is, hogy egy kicsit így néztél. Kicsit néztem, hogy ez közös könyvnek, vagy egy nagyon ifjúságnak tűnik, nagyon kis romantikus, csöpögős, és közben a szöges ellentéte konkrétan ennél messzebb is állhatna a csöpögős romcsi könyvtől, szóval azt hittem ez egy tini dráma-szerűség lesz, és amúgy a videójátéktól se vettél le a lábamról, maradjunk annyiban, ugyanis én sem vagyok egy nagy gamer, hogy szerintem nagyon sokan így a csoportban nem igazán videójátékoznak, csak így hallásból, meg hát így a környezet, akik nagyon gémerek, így saját bőrömből tapasztalva, de ugye nem igazán. És a könyv egyébként közelebb is hozott a gamer világhoz, és ami a legfontosabb, rájöttem, hogy mennyire sokban hasonlítunk mi olvasók a gémerekkel. Igen, ez nagyon erős a könyvben szerintem is, hogy azért itt tök jól megmutatkozik, hogy milyen sok-sok társadalmi csoport van, aki kirekesztett, és pont mondtad nekem, hogy az olvasás kapcsán is éltél már meg, vagy tapasztaltál már olyat, hogy mondjuk te érezted, hogy kirekesztett, vagy az olvasás miatt? Átsuliban nagyon kevesen olvastak. Én voltam a kis könyvmoly srác, aki mindig vitt magával a könyvet, és akkor kezdett el így a Bookstagram kialakulni, akkor például nem volt ennyire trendi, meg például én akkor nem mertem volna kiposztolni 12-3 évesen az aktuális könyvem. Ez utána lett. Ja. Amúgy ennyiből még rohadt jó szerintem ez a social media egyik előnye például, hogy az ilyen kis csoportoknak tök jó felületet biztosít, és tök fura is belegondolni, hogy nem merted volna, miközben tudom, hogy azért egy tinédzsernek egész más az élete és a megítélés, vagy könnyen tényleg kirekesztettél válik, de hogy, na mindegy, visszatérve a könyvhöz, szóval, hogy az egész sztori onnan indul, hogy Szemet és Szédit megismerik, ugye a két főszereplőnk a kórházban, mert hogy a Szemnek operálni fogják a lábát, a később évben ennek nagyon fontos szerepe lesz, hogy miért, és ott megismerkednek a kórházban, a Szédi pedig, az még nem spoiler, szerintem a tesója miatt jár be a kórházba látogatóba, és barátok lesznek, és elkezdenek közösen videójátékozni, játszani. És utána a következő jelenet az már az, hogy egyetemista korúak újra találkoznak, és valahogy elkezdenek arról beszélni, hogy a lány fejlesztett egy videójátékot, és odaadja a Szemnek, hogy nézze meg, és akkor így nagyon immédiás lesz, aztán már benne vagyunk a történetben, hiszen ők közösen videójáték fejlesztők lesznek, közös cégük lesz, közös játékot fejlesztenek, az Ichigót, és ezzel igazából világhírűek lesznek. És hogy nekem, én azért arra, egyrészt nagyon eszembe juttatta a gyerekkoromat, a tinikoromat, én azért imádtam Super Mario-zni, játszottunk ezzel a Doom-mal, amikor lövöldözni kellett, meg nekünk még a Lion King volt menő, meg azért meg voltak ezek a kezdetleges ilyen videójátékok, de amúgy nem, tehát nekünk soha nem volt PS-ünk, nem voltunk ilyen nagy videójátékos arcok, de mégis azért szerintem ennyi kapcsolódás, hogy biztos sokaknak van, még ha nem is gamerek, hogy játszottunk videójátékkal, tök jól hozza azt az időszakot, amikor ezek így berobbantak, tehát teljesen más lenne most szerintem egy ilyen sztori, de akkor tényleg ez a 90-es évek, 2000-es évek eleje, amikor ők tinik voltak, vagy egyetemista korúak, és elkezdtek fejleszteni játékokat, hogy ez mekkora dolog volt, és hogy tök jó belelátni, és amúgy nekem kicsit olyan, mint hogy megteremteni tényleg egy világot, hogy olvasóként is ugyanilyen történeteket kreálunk, aki képes-e az ír is ilyen, ilyen új világot, és hogy ennyiből is nagyon hasonlít például szerintem az olvasáshoz, meg a könyvek világához.
Pontosan, mert ő konkrétan, ahogy a magyar cím is árulkodik, világépítő, és így Szédi a fő kreatív, aki kitalál egy egész történetet, és igazándiból nekem egyébként a párom nagy videójátékos, és én most értettem meg a könyv után, hogy ő miért szeret ennyire játszani, mert konkrétan a való világból menekül bele egy teljesen másik világba, ami beszippantja, és akkor ott van, mint karakter, ahogyan mi is a könyvekben egy-egy karakterrel azonosulunk, és végigmegyünk a történeten, hogy a videójátékok is történetek sorozata, van egy pont, amiből elindulunk A-ból B-be, és nekem ez az egész kitalálás, karakterfelépítés, világalkotás, baromi nagy munka, és nekik talán még durvább, mint az íróknak ezt így modellezni és elkészíteni, és nekem az volt benne a legjobb, hogy bemutatja ezt a jelenséget, hogyan működik, viszont nem vált unalmassá, nem untam, persze voltak szakszavak, de azt elmagyarázta, vagy simán tovább tudtam lendülni rajta, hogy nem értettem teljesen mindent, így nagyon tudom ajánlani azoknak, akik kicsit paráznak ettől a videójáték vonaltól, mert nagyon érdekessé teszi a könyvet. Igen, abszolút, engem is annyira vonzott, hogy úristen, meg tudod így, valahogy szerintem az ember, ez tipikusan olyan, hogy nem gondolsz bele, hogy amúgy basszus, vannak ilyen szakmák, valaki igen, videójátékot fejleszt, ja, az így működik, konkrétan még, tudod mi van meg, amikor, remélem tényleg nem spoiler, de ilyen nagyon hosszú a könyv szerintem, mire oda jutok, el fogjátok felejteni, hogy még a vértócsát is mondjuk egy igen, ilyen öldöklős játékban, hogyan fejleszti le, amúgy egyszer, amikor motorról beszélnek, én azt hittem rendes motor, majd utólag is, ja, ugye nem olyan motor, hanem a játékmotor. Igen. Szóval, hogy nagyon izgalmas világ, én ezt nagyon szerettem benne, meg egyébként már hallottam ilyen visszajelzéseket, most ilyen friss reakciókat, hogy azért is tetszett sokaknak, mert bár számomra a videójáték nem csak ezt a lövöldözős dolgot jelentette, de sokak fejében meg a lövöldözős igen, játékokat igen, jelenti, de közben nem csak erről van szó, hanem az ilyen építős, lakberendezős, stratégiai, logikai, ilyesmi játékokról, és gyakorlatilag egy ilyen játékot fejlesztenek le ők is, de hát ennek a részletei tényleg benne vannak a könyvben. Ezen túl, amit én imádtam benne, az az időkezelése. Uh-huh. Az, hogy zajlik a történet a jelenben, és úgy ugrunk vissza a múltba egy fontos eseményhez, hogy teljesen árnyalja az egészet, és akkor érted meg, hogy ja, hogy így, tehát értetted addig is, hogy mi történik, igen, hogy igen, miért mondjuk beteg a lába például a főszereplőnknek, hogy így ne áruljak el részleteket, és utoljuk, hogy úristen, olyan sokkoló visszaemlékezések vannak, és olyan sokkolóan rakja össze a pázelőket, hogy valami szerintem mestermunka. Vannak olyan írók, akik ezt nagyon rosszul kezelik, és leszpoilerezik a történetük végét, viszont ő pont úgy adagolja a jövőbeli utalásokat, hogy ne értjük, homályos legyen, de közben elinduljanak a spekulációk az agyunkba, hogy miért is. Igen. És a történet elején nagyon erős ez, mikor már betekintést nyerünk az ő sikerük utáni korszakba, mikor igen, már a 30-as évek második igen, felébe vannak, és aztán mutatja meg azt, hogy ők honnan indultak, és hogyan lettek akkora nagyok, és a saját korszakuk legmenőbb videójáték fejlesztői. Szóval eszmetlen volt számomra ez az egész folyamat. Meg az is, hogy ők nem is nagyon tinik, nem is nagyon gyerekek. Történt elején egy nagyon kis rész, mikor a gyerekek, tényleg a megismerkedésük, de azok is sokszor ilyen flashbackekben jönnek vissza ezek a gyerekszálak, kihatással rá, hogy mi történik a jelenben, mikor már felnőttek. Pontosan. Szóval ezért is fura, hogy ifjúsági címke van. Igen. Egyébként igen, szerintem sokan a borító meg az ifjúsági címke miatt megijednek, és azt igen, gondolják, hogy ez egy ilyen komolytalan könyv. Érdemes megnézni a külföldi borítót, uh-huh, a külföldi uh-huh, címet, aminek szintén nagyon komoly értelme van. Mondjuk azt valahol megértem, hogy az egy kockázatos címválasztás lett volna. Igen. Ugye a Macbethből egy sor, hogy a holnap, tomorrow. Igen, de hogy amúgy a borító nekem a külföldi jobban tetszik. De és szerepe is van a könyvben, ez elég hamar kiderül, igen, de hogy én utólag raktam össze, mikor azt a részt olvastam, és rá googliztam a Goodreads-en, milyen a külföldi, igen, és mondom, bakker. Igen, na de hát ilyen ez a kiadó döntést hoz, és ők így döntöttek. De szép a színvilága egyébként. Szép a színvilága egyébként, igen, meg lehet, hogy az meg másokat ijesztene el, szóval ez mindig igen, egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon nagy dilemma, szóval főleg én is most már könyvkiadóként látom, persze, hogy ez borzasztóan nehéz dolog, szóval mindegy, ez egy személyes vélemény, nekünk az jobban tetszik, de van olyan olvasó, akinek meg egyébként ez jobban igen, tetszik, szóval hogy nincs ezzel olyan nagy baj. De egyébként nagyon jó tördelése, amellett, hogy vastag, elég gyorsan lehet vele haladni, kicsit mert nekem, kevés szöveg van egy igen, oldalán. Igen, nem vastag a sorok. Nekem nagyon tetszik ez igen, a fajta megoldás. Meg maga a könyvnek a tapintása, kicsit a Zelif Safak könyveinek a tapintására hasonlít. Így amúgy igen, kényelmes olvasni, és nagyon pörögtek az oldalak. Szóval igen, azonnal beránt.
Még egy nagyon fontos aspektusát meg kell beszélnünk a történetnek, ugye, hogy szerintem, ami miatt fantasztikus még, hogy egy olyan könyv, ami szól barátságról, szerelemről, és hát ilyen munkahelyi kapcsolatról. Szóval, hogy milyen az, amikor a legjobb barátodba beleszeretsz, milyen az, amikor a legjobb barátoddal dolgozol, milyen az, amikor a szerelmeddel dolgozol, és ez a háromszög, és ennek a váltakozásai és még egy-egy karakter becsúszása, az milyen érdekes világot teremt, és mennyire hitelesen mutatja be, legalábbis én nagyon benne voltam, és nagyon el tudtam képzelni, hogy ez egy ilyen tök real story, és hogy mennyire nagyon-nagyon halvány a határvonal ezek között, és mennyire könnyen megborulhat ez a rendszer, és hogy milyen kockázata van annak, hogyha ez megborul. Szóval, hogy fú, én imádtam ezt is benne. Kapcsolatrendszerek mellett az is fontos megjegyezni, hogy baromi sok karakterrel dolgozik a szöveg, de mégis úgy csinálja az író, hogy ne legyen az, hogy úristen mennyien vannak, hanem nagyon befogadóan, szépen lassan vezeti be a sztoriba az új karaktereket, és alapvetően is árnyaltak a karakterek, nagyon kettősek, és még mellé az ő kapcsolatrendszereik, ahogy összeállnak, és tényleg ez a barátság, meg inkább a közös szenvedélyből keletkezett barátság, ami a legerősebb, és már a gyerekkoruktól kezdve a legmeghatározóbb. Számomra ez volt a legelvévesztőbb kapcsolódásuk. Nagyon várom, hogy nagyon jó veled beszélgetni, úgyhogy szeretném, hogyha hónap végén egy nagy spoileres beszélgetést is tartanánk. Jó? Tehát megcsináljuk úgy, hogy amikor már mindenki olvasta, meg amikor már a könyvklub is közeleg, akkor csináljunk már egy ilyen nagyot, amikor annyi olyan rész van, amiről muszáj beszélni. De ez is így... órában nem fér bele, amikor az első 100 oldalt elolvastam, így egy ültőhelyembe, hazamentem és elmondtam a páromnak azt a 100 oldal történését. Ő pedig azt hitte, hogy kiolvastam az egész könyvet konkrétan, mert ennyi minden történik és folyamatosan jönnek be a szálak. És amikor elkezdtem, én azon gondolkoztam, miről fog ez szólni ennyi oldalon keresztül. És aztán pedig totál kérdésnek éreztem, és rengeteg és annyi téma van benne, hogy szerintem tényleg mindenki tud egy-egy szállal azonosulni, mert fú, egyszerűen nem akarok spoilerezni, de rengeteg téma van. Igen, ne mondjuk el, mert pont az előbb beszélgettünk a származásokról a főszereplőnek, szerintem mindenki jöjjön rá. Jobb, semmit nem tudtok, csak amit most elmondtunk, de molyot szintén szerintem ne nézzetek, mert azok nagyon spoileresek tudnak lenni. De jó, én nem szoktam nézni amúgy. De valaki is szokott. Igen, és spoiler. Az én. Te igen. Na jó, figyelj, szerintem legyen ennyi elég, szerintem ezzel már tuti meghoztuk a kedvet. De a lezárás. A lezárás az, hogy végigbőgtem az utolsó 30 oldalt, úgyhogy én a könyvlistakor, és kicsit elfújt a szél végén, pityeregtem, könyvlistánál zokogtam, és az zokogásom itt megismétlődött, olyan szinten meghatott a könyv. Olyan jó, hogy olyan könyveket adok, megbőgtem. Könyvlistánál mondod, hogy soha nem sírtam még könyvet, zokogtam folyamatosan, nem tudom, hogy mindentől kezdve olyan könyveket adok neked, de ez pozitív amúgy, mert ami ekkora érzelmet ki tud váltani egy olvasóból, az az igazán ütős könyv. Egyetértek. Az előzőre akartam még eszembe jutott egy gondolatot csak ráfűzni, hogy mondtad, hogy milyen sokrétűek, meg sok színűek a szereplők, és hogy szerintem ez is zseniális, amikor egyszer van egy pár száz oldal, amikor, vagy pár oldal, amikor gyűlölöd a karaktert, majd megszereted, a következőnél váltod, és nála is az van, hogy utálod a fiút, aztán meg nagyon szereted a fiút, sajnálod. És nem tudod, vagy sajnálod, tehát annyi érzést felhoz benned egy-egy karakter, hogy igazából tényleg ezért szuper olvasni, meg ezért csodálatos. Ja. Én ennél a könyvnél voltam úgy, amikor befejeztem, hogy annyira jó lenne, hogyha tényleg lehetne ezt az érzést valahogy így gondolatátvitellel eljuttatni emberekhez, vagy akár ezt palackozni, ezt az érzést, hogy milyen fantasztikus, amikor befejezel egy könyvet, és az jó volt, és egy más világban voltál, és a karakterekkel voltál, és utaztál, és érzelmeket éltél meg, mert hogyha ezt megértenék sokan szerintem, hogy ezt tudod érezni egy könyv olvasása után, ha vagy olyan szerencsés, hogy megtalálod azt, ami ezt belőled kiváltja, egyébként ezen dolgozunk, hogy ezt segítsük megtalálni nektek, akkor szerintem sokkal többen olvasnának. Mert ki nem akarja ezeket a dolgokat átélni? Ki akar ezektől így, nem tudom, függetlenül élni? Csak hát ezt nehéz megértetni az emberekkel, meg eljutatni ezt az infót hozzájuk, de megint egy olyan könyv, ami szerintem segíthet. Abszolút, ahhoz. Jolly Joker mindenkinek, nemtől, a kortól, mindentől függetlenül. Szerintem is szeretni fogják sokan. Na hát szeressétek, olvassátok, Világépítő Gabriel Zevin, és akkor majd még a hó végén jövünk egy NIOK könyvklub kiveszélővel, meg akkor Edivel majd egy ilyen extra NIOK könyvklub kiveszélővel, spoileresen. Sziasztok! Sziasztok, jó olvasást!